A videót a Foramax támogatta. Sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és hát amint látjátok, hát körbe vagyok véve különböző nagy számítógép alkatrészekkel, ami hát azt is jelenti, hogy elérkeztünk a számítógép tesztelésünk második részéhez. Ugye ez a sorozat arról szól, hogy különböző high-end vagy low-budget PC-ket tesztelünk le, és ezáltal megmutatom nektek, hogy különböző konfigurációkkal, különböző játékok hogyan is muzsikálnak. Így nagyjából be tudjátok azt lőni, hogy nektek esetlegesen milyen számítógépre van szükségetek. Ugye itt nagyon fontos elmondani azt, hogy az árérték arányt mindenféleképpen szeretem mindig figyelemmel kísérni. Én azt vallom egyébként, hogy a legdrágább az nem biztos, hogy mindig a legjobb, úgyhogy keressük azokat az alkatrészeket, illetve azokat a konfigurációkat, amik folyamatosan jól működnek, jó teljesítményt nyújtanak, és abszolút mindenki gamer kategóriában bőven-bőven tudja használni. Úgyhogy most ezt a konfigurációt fogjuk megnézni, előjáróban annyit, hogy nagyon-nagyon durva, nagyon jó lesz. Úgyhogy ha érdekel benneteket, hogy hogyan muzsikál ez a gép, illetve mit tartalmaz, akkor mindenképpen tartsatok velem, megéri, nagyon jó. Jövök vissza. Akkor lássuk, mit is tartalmaz a 8. generációs Foramax Intel eSport PC-nk. Az alaplapunk egy Asus ROG Strix B360G LGA 1151-es foglalattal, melyhez tartozik egy bívajerős Intel i5-8402,8 GHz-es processzor, Cooler Master Hyper TX3 Evo hűtővel. A Foramax a memóriát sem bízta a véletlenre, 2x8 GB Kingston HyperX Fury-t tettek bele, mely természetesen igény szerint bővíthető, ahogy a pénztárcátok engedi. Háttértálalókból is igencsak el vagyunk keresve, ugyanis egy Samsung 250 GB-os SSD gondoskodik arról, hogy a Windows pillanatokon belül elinduljon, illetve a Toshiba 3 és feles 2 TB-os merevlelemez biztosítja, hogy szinte sosem fogy el a tárhelyünk, úgyhogy pakolhatjuk rá jobbnál jobb játékokat. A megjelenítésért egy Asus RTX 2066 GB a felelős, ezzel biztosan nem lesz gondod egy jó darabig, a létező összes játék problémamentesen muzsikál majd neked. Kiegészítve egy gyönyörű üvegfalú DeepCool E-Shield számítógépházzal, mely ahogy azt láthatjátok is professzionálisan dugjál a kábeleket előlünk, így csodálhatjuk akár működés közben is számítógépünk belsejét. Itt meg kell mindenképpen említenem azt, hogy a gép kifogástalanul lett összerakva, minden flottula helyén van, sehol egy kósza káber vagy kallódó csavar, elismerésem, engem meggyőzött. Legvégül, de nem utolsó sorban egy FSP 600 wattos táp került bele, remek választás, erős, megbízható. Összességében, ahogy látjátok, nem vacakoltak, jobbnál jobb cuccokkal megspékelve kaphatjuk készhez ezt a szörnyeteget, hát akkor nincs más hátra, mint neki feküdni és elindítani a játékokat. Ebben a tesztben két játékot fogunk kipróbálni, az egyik egy RTX-es játék, ha már RTX 2060 a videókártya, a Metro Exodus, a másik pedig egy remek online játék, melyel sokatok játszik a mai napig, és akár gépest is újítotok érte. Na, kitaláljátok? Várok? Várok? Igen, igen, ez a Fortnite. Jelenleg az a helyzet, hogy a Metro Exodus rendelkezik az egyik leghihetőbb, legrealisztikusabb videójátékos világgal, amelyhez eddig szerencsém volt. Tényleg, nem viccelek. Érdekes módon ez nem kizárólag annak köszönhető, hogy ez az egyik legjobb grafikájú játék, hanem olyan kis apró dolgokkal spékelték meg, hogy szinte azonnal belefeledkeztem. Igen, tudom, most nem a játékról kellene beszélnem, de egyszerűen nem tudok elmenni mellette. Meg hát mégiscsak a tesztről van szó, amit nem tudhatok le két szóban, úgyhogy lássuk a nyers tényeket. Apropó látvány. Teljesen nyugodt szívvel kijelentetem, hogy a Metro Exodus az egyik legszebb és legrealisztikusabb grafikájú játék, amely jelenleg létezik, viszont érdemes leszögezni, hogy kép is kell hozzá, mely ezt a csodás világot elinktárja. Fontos kihangsúlyoznom, hogy a beállításaim ultrák. Igen, jól halljátok,
ultrák. Mindent felhúztam maxra, ezt láthatjátok. Nyilván a képi minőséget a YouTube előszeretettel butítja, de higgyétek el nekem, minden létező csúszkát maxra tekertem. Itt nem árt pár szót ejteni az RTX videókártyákról, hiszen az Nvidia Turning architektúrája lehetővé teszi az RTX videókártyák számára a valós idejű sugárkövetést, aminek köszönhetően extrém mértékben valósághűvé válnak a fényviszonyok és tükröződések. A Turning előtti időkben az előre rendelt jelenetekkel kerülhetett sugárkövetés egy játékba, ebben hoznak forradalmi változást az Nvidia új generációs videókártyái. Az új GPU-k emellett nem csak dedikált sugárkövető maggal rendelkeznek, de egy adott MI alapú Tensor Core, ami segít előre jelezni, melyik pixelre van szükség egy adott effekt létrehozásához. Egyébként a sugárkövetés az a folyamat, ami a játékokban a nagyon valósághű fényefekteket hozza létre. Sugárkövetés nélkül a gép egy rasterizálás nevű folyamatot használ a mélységi illúziójának megteremtésére, a poligonok 3D modellek berendezésére, emellett árnyékolást használ, vagyis megváltoztatja a pixelek színét, hogy szimulálja azt, hogyan nézne ki, ha a fény visszaverődne róla. A sugárkövetés már ettől eltérő metodológiát használ, és ezzel ellentétes irányban működve a játékos szemszögéből állapítja meg, hol érne el a fénysugár egy virtuális tárgyat, és az hogyan hozza létre fényvisszaverődést, csillanásokat, árnyékokat. Egy szóval az RTX 2060 videókártya, ami ebben döcög, az jó. Nagyon jó. Végig szinte nyekkenés nélkül játszottam több mint egy órát a játékkal, nem igazán tudtam letenni, közben egy akadás, vagy lag, vagy bármi olyan dolog, ami nem odavaló nem volt a játékkal. Kristálytiszta kép, halk táp, olyan, mintha megserőltette volna magát, szépen, zökkenőmentesen futtatta azt, amit én szerettem volna. Mintha itt se lett volna. Szeretem az olyan gépeket, amikről nem tud az ember, legyen halk, szép, de tegye a dolgát. Nos, ez a 8. generációs Foramax Intel eSport PC teljesen ilyen. Na srácok, jöjjön, aminek jönnie kell. Manapság rengeteg fiatalt, felnőttet, vagy akár nagymamát, vagy nagypapát elkap ez a játék, és nem ereszti. Ez a Fortnite. Rengeteg fiatal épít, vagy a gyakorlatban, vagy a fejben olyan számítógépet, melyen a legmagasabb FPS számok látszanak, hiszen legyünk őszinték, minél több FPS-ünk van, annál jobban is játszhatunk. Nyilván ez itt szó szerint nem igaz, de több tanulmány is készült arról, amit mi magunk is könnyedén megválaszolunk. Minél több FPS-ünk van, annál nagyobb esélye, hogy jobbak is leszünk a játékban az átlagnál. Manapság nagyon fontos az egy online multiplayer játékban, hogy megbízható, erős számítógépet vegyél, hiszen ez valós előnyt jelent, illetve rengetegen veszik komolyan a játékot, e-sportolók nőnek ki a földből. Minden e-sportoló alapja egy jó számítógép. Azt gondolom, látva a számokat, teljesen epic, tehát maximális grafikán 190-280 FPS-ig mászkált a teljesítmény, ami mellett azért nem lehet elmenni. Ha ezt a konfigot esetleg a későbbiekben még megtámogatott egy 144 vagy erősebb monitorral, az valós előnyt jelentett számítógép. Modra. Nekem sincsen egy gyenge gépem, de itt a 2060 RTX tette a dolgát, éreztem a különbséget a jelenleg általam használt 1070-emmel szemben. FPS dropjaim a játékaim alatt egyáltalán nem voltak, folyamatos csúcs teljesítmény nyújtott számomra, élvezet volt ezzel az erőművel a harctérre repülni. Amennyiben azon tűnődsz, ezzel a géppel elegendő erőforrást vásárolsz egy jó darabig, akkor meg kell nyugtassalak. Jó ideig nem kell cserélned ebben a gépben semmit, ha nem akarsz, hosszú távon is megéri, jó ideig nem lesz gondod a játékoknál, bátran tudom ajánlani olyan hobbi játékosoknak, akik a lehető legjobb minőségben szeretnék a mai játékokkal játszani. Amennyiben streamelés célra vennéd vagy keresel gépet, szintén tökéletes választás, remekül üzemel, ám a későbbiekben ajánlok még bele neked 16 GB RAM-ot, 32 az igazi. Na hát skacok, itt lennénk így a videó vége fele, és szeretném összefoglalni nagyjából, most már így beesteredett, és kipróbáltam azért jó pár játékot ezen a számítógépen. Szóval jól lenne összefoglalni, hogy mit is láthatunk, illetve mi is a tényleg a komplett vélemény ezzel a számítógéppel kapcsolatban. Mindenféleképpen szeretném kiemelni azt, és tényleg ezt már az elején elmondtam a videóban, de nagyon-nagyon szépen van összerakva. Tehát nem tudom, hogy mennyire látszik innen egyébként. Egyetlen egy kábelt nem látok benne. Minden nagyon szépen el van vezetve. Csili-vili egyébként, úgyhogy tényleg le a kalappal, nagyon-nagyon szép. Egyébként kell is hozzáteszem. Azért emelem ki, mert ugye ebbe a Deepco házba ez egy ilyen teljes ilyen üvegfalú ház, ami totál belátsz egyébként, és nagyon fontos az, hogy megfelelő minőségben tegyed össze, vagy a ház az egyáltalán képes legyen arra, hogy ezeket a különböző kábeleket el tudja rejteni, ez itt abszolút jó. A másik nagyon nagy pozitívum az nekem a 2060 videókártya volt. Nekem, amit én használok, az egy 1070 videókártya volt, még nem használtam 2060-asat, van különbség a kettő között, méghozzá eléggé pozitív irányba. Nagyon-nagyon jó az a 2060, gyenge processzorral is működőképes egyébként,
egyébként. Ez az i5-ös 8400-as, ez tökéletesen viszi egyébként, nagyon-nagyon jó kihozza, több FPS-em is van egyébként, mint amit én használok gép, úgyhogy tényleg ajánlom ezt a számítógépet. A harmadik dolog, amit még szerettem volna megemlíteni mindenféleképpen, az egy program, csak nem akartam annyira túlhúzni a videót, hiszen nem akartam 15-20 perces videót gyártani, mert tudom, hogy úgyse nézitek meg, teljes mértékben fölösleges. A legapróbb részletekig kár lenne belemenni, nem erről szól. A lényeg az, hogy van hozzá egy nagyon aranyos kis program, ami gyakorlatilag két dologra jó. Az egyik az, hogy tudod a videókártyának a különböző tulajdonságait állítani rajta, tehát tudod boostolni, visszavenni, és ami nekem személy szerint nagyon fontos most, hogy ránéztem a házra, a videókártyának a színét is be tudod állítani. Tehát itt már olyan programmal tudod vezérelni, amivel meg tudod adni, hogy mondjuk pulzáljon a videókártyád, vagy villogjon csak, vagy színátmenetes legyen, rengeteg színt hozzá tudsz adni, és ezek ilyen apró, kicsi, de mégis élvezeti értékek, viszont ami tényleg nagyon-nagyon fontos, az az, hogy a videókártyádnak a különböző tulajdonságait tudod állítani. Tehát gamingre fel tudod használni, tudsz saját profilt csinálni neki, gyárilag tudod húzni egyébként, ha nem akarod húzni, az se probléma, de a lehetőséged megvan rá. Szóval rengeteg minden opció van, ami jó, és egyébként igyekeztek mindent Asus-ról összetenni, ami egyébként látszik is, mert azért az Asus az garancia minőségre, maradjunk annyiban. Én összességében egyébként nagyon-nagyon elégedett vagyok ezzel a számítógéppel. Az egyik legjobb számítógép volt egyébként, amit teszteltem. Tényleg nagyon jó. Lesznek még olyan számítógépek, amik kicsivel még ennél is jobbak, viszont igyekszem olyan számítógépet is még bemutatni a későbbiekben, amik inkább ilyen low budgetes szintre mennek majd le. Nagyon-nagyon sokan vagytok ugye úgy, hogy nem feltétlenül akartok 300-400-500 ezer forintokért számítógépet venni. Igyekszem ilyen videókat is gyártani, viszont azért nem árt tudni, hogy aki mondjuk komolyabb számítógépet szeretne venni, mert azért ilyen is nagyon-nagyon sok van, abszolút ajánlom. Jó? Na, skacok, ennyi lett volna mára, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, lesznek még egyébként ilyen tech videós tartalmak, rengeteg, főleg géptesztek, különböző periféria tesztek, úgyhogy mindenképpen várlak ide a csatornára. Hogyha tetszett ez a videó, és szeretnél még látni hasonló tartalmakat, akkor ne felejts el feliratkozni már most a csatornára, illetve ne felejts el dobni egy lájkot, Instagramon megtalált @JuzsuTV, és nagyon szépen szeretném megköszönni még egyszer a Foramaxnak, hogy biztosította nekem ezt a gyönyörű kis számítógépet. Nagyon jó házat találtatok neki, úgyhogy ezért külön dicséret jár, és hát találkozunk egy legközelebbi live-ban, vagy egy videóban. Én Jusu voltam, és ne felejtsétek, hogy minden nap délután 6-tól live-olok a Jusu TV-s YouTube csatornán. Sziasztok!